Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tess Tamás, a Magyar Szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke. Szép jó reggelt! Jó reggelt! Tiszteletbeli elnökök nem kapnak pénzt, de miből fognak a szállodák működni? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szálloda nem fog működni, és nagyon sok vendéglátóhely sem fog működni, hogy mennyi, azt nagyon nehéz ma megmondani, de ezt a fajta költségnövekedést és a várható bevételcsökkentést együtt nem nagyon tudjuk kezelni. Nem megerősített források szerint nagyon sok magyar szálloda komoly tartozásokkal bír a bankok felé. Hogy fogják tudni ezeket a korábban fölvett felújítás és egyéb részleteket fizetni? Ez szerintem jelen pillanatban ez a legkevesebb, mármint hogy idézőjelben legkevesebb, mert a bankoknak majd lesznek gondolatai, hogy mit lehet csinálni. Hiába veszél egy bank a szállodát vagy az éttermet, más se tudja üzemeltetni, mert ez most nem az üzemeltetők meg a tulajdonosok hibája, hanem a vevők nincsenek. Hát meg egyáltalán ez az egész szituáció olyan. Biztos, hogy komoly tárgyalások lesznek, valószínűleg futamidőket kell hosszabbítgatni, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Küzdöttünk alig egy évvel ezelőtt a munkaerő visszaszerzésében, új munkaerő kiképzésében. Mi lesz velük? Igen, hát ez tényleg egy komoly küzdelem volt, és a szakma már félig elvesztette a reputációját, hogy mi történik vele, hiszen talán a Covid az egyik legjobban a turisztikai szakmát sújtotta. Most megint elég komoly problémában vagyunk. Ha most vicceskedni szeretnék, de nem szeretnék, akkor novembertől munkaerőhiánya az biztos nem lesz, azt gondoljuk. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy azok az emberek, akik esetleg utcára kényszerülnek, hol fognak maguknak állást találni, mert ez a fajta válság természetesen nem csak a mi ágazatunkat sújtja. Megkezdte a szövetség már a tárgyalásokat a kormánnyal? Van-e valami elképzelése a kormánynak? Írtunk levelet a kormánynak, nem tárgyaltunk még velük, gondolom, hogy most majd szeptember folyamán fogunk. Nincsenek komoly illúzióink, mert tisztább vagyunk vele, hogy a kormánynak a mozgástere finoman szólva is nagyon szűk, hiszen nem csak velünk van probléma, hanem rengeteg minden. Leginkább ugye állampolgári szinten is komoly probléma van, úgyhogy borzasztó nagy elvárásaink nincsenek. Inkább én azt gondolom, hogy egy együtt ötletelést kellene megkezdeni, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy több tízezer ember ne veszítse el a munkáját feltétlenül, és ezek a vállalkozások legalább mondjuk inkubátor szinten életbe tudjanak maradni. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Mi történik a befektetőkkel, akik nagyon sok szállodának befektetői vannak? Ők ilyenkor bedobják a törölközőt és mentik, ami menthető? Ugye ez nagyon változó, hogy ki milyen iparágból érkezett, mennyi pénze van, milyen tartaléka van. Ugye lehetnek olyan szenáriók is, hogyha egy nagyon erős befektető azt mondja, hogy ő veszteséggel is, komoly veszteséggel is végigviszi ezt az időszakot, hiszen ha bezárások lesznek, értelemszerűen szűkülni fog a piaci kínálat, és a valamennyi kereslet meg fogja találni ezeket a szállodákat. Tehát azok a szállodák akár még jól is járhatnak, akik nyitva tudnak maradni, de nagy valószínűséggel, hogy azok is veszteséggel fognak nyitva maradni. Nem nagyon tud a befektető semmi csinálni, mert vagy szponzorálja jelen pillanatban a mínuszokat, vagy pedig bezár, ami egyébként szintén nagyon komoly mínuszokkal jár, hiszen most már a bezárt szállodát, ugye a bezárt szálloda temperálása is nem millió, hanem 10 milliókba kerül, úgyhogy ez egy ilyen rókafogta csuka állapot. Ez lesz a következő kérdésem, hogy magyarázza meg egy vendégnek azt, hogy ha már megérkezik a vendég, hogy nem ő dönti el, hogy milyen lesz a hőmérséklet a szobájában? Hát szerintem ez nem. Én személy szerint azt gondolom, hogy nem egy járható út. Tehát, hogyha azt gondolja egy szálloda, hogy nyitva marad, akkor azt nem teheti meg, hogy mondjuk 16 fok van a szobában. Tehát akkor rendelkezésre kell. Mert a vendég nem marad ott. Hát azért jött oda, hogy vagy ott dolga van ott, vagy pedig, hogy élvezze a szolgáltatásokat. De azt se lehet mondani, hogy most a wellness részleg le van zárva teljesen, azt se lehet mondani, hogy a reggelinél akkor most csak egy száraz kenyér van. Az nem egy működő modell, tehát én szerintem ez nem egy út. Kik fognak előbb tönkre menni? Ez egy szemtelen kérdés, de muszáj megkérdeznem. A kis 3-4 csillagos szállodák, vagy a luxus szállodák? Hát az, hogy ki fog előbb tönkre menni, azt nem tudom, mert mindenhol más a financiális háttér, és egy kis szálloda tulajdonosának is lehet esetleg olyan típusú tartalék, amire úgy gondolja, hogy nem akar tönkre menni, és ezt ő tovább fogja finanszírozni. Egy kisebb szálloda is van esélye, hogy túléljen, ha például nincsen nagy wellness-e, hanem ez egy pici városi
business hotel, akkor én azt gondolom, hogy van esélye, hogy meg tudjon maradni. Meg hát az is függ, hogy mikorról van kinek gáz és energia szerződése, hiszen voltak olyan okosak vagy szerencsések ki, hogy fogalmazza ki, akár 2 évre is kötött szerződést, és az most egy sokkal pozitívabb helyzetbe várja ezt a mostani elkövetkezendő mondjuk minimum 6-8 hónapot, aki pedig ma köt szerződést, az rettenetes állapotban van. Ettől függetlenül szerintem a legnehezebb helyzetben mondjuk a nagyvidéki wellness hotelek vannak. A kérdés a következő, hogy vannak-e a szövetség szerint most hamarosan olyan üzletek, amik nyílnának? Tehát ahol befejezték az építkezéseket, és az első lépéseket kéne, hogy megtegyék. Folyamatosan voltak ebbe az évben, meg az év második felében is lesznek még szállodák, amik nyílnak, és hát van egy jó pár olyan szálloda, ami most épült, tehát az is ki fog nyílni mondjuk jövő év tavasszal, vagy jövő év nyáron. Ezeket nagyon nehéz már megállítani, hát ezek több éve elindult beruházások, félkész állapotba otthagyni, az egy nagyon-nagyon nagy felelőtlenség. Látom már a világ különböző részén, nekünk 7 évre otthagytak félbe maradt szállodákat. A kérdés az, hogy ha megnézzük az előrendelésekbe, akkor milyen állapotban vannak ma a foglaltságok? Most megint az a helyzet történik, a Covidnál is ugye nagyon elvált Budapest és vidék. Úgy látjuk, hogy most megint Budapest és vidék elválik, most egy fordított előjellel, tehát a Covid azon szakaszában, amikor nyitva lehetett lenni, azért a vidéki szállodák viszonylag jól működtek, a budapestiek akkor is szenvedésbe voltak. Most a budapestieknél látunk nagyobb esélyt arra, hogy jobb állapotban legyenek. Persze függ attól, hogy a külföldi vendégek hogy fognak érkezni, az európai infláció is nagyon magas, tehát ott is megnézi mindenki, hogy mennyire utazik. A belföldi turizmus tekintetében vidéken azt látjuk, hogy az őszi, főleg a késő őszi, október-novembertől lévő foglalások üteme meg száma erőteljesen lecsökkent. És akkor nézzük meg, mert hogyha önnel beszélget az ember, akkor nem csak szállodára gondol, hanem légitársaságokra is, tehát incoming turizmusra is. Egyáltalán hogy állunk mi az európai össztérképen? Ez egy izgalmas kérdés. Az egyetlen, azért szeretem, hogyha mindig van valami pozitív reményképe az embernek. Én azt gondolom, hogy ebben a mostani helyzetben, amikor biztos, hogy mindenki kevesebbet fog utazni, egyébként világszerte, de Európa szerte egész biztosan, akkor ha utazik, akkor megpróbálja megnézni, hogy szoktuk mondani árérték arányban mi az, ami legjobban kifizethető neki. Ebben az összehasonlításban Budapest nincs rossz helyen, hiszen ez egy gyönyörű város változatlanul. Reméljük, hogy nem fog minden bezárni, és akkor lesz mit csinálni, mert mondjuk ha a fürdők, éttermek, múzeumok bezárnak, akkor az megint egy másik történet. És hát ez a forint, ami éppen ma nem a legerősebb, tehát ez a 400 fölötti forint, ez tulajdonképpen egy nagyon jó cserearány biztosít. 411.66 a középára. Igen. Hát azért ezt átváltva azért a külföldieknek itt Budapesten sokkal többet ér most a pénze, mint otthon. Vannak olyan destinációk, ahonnan érkeznek vendégek, akkor dupla annyit is érhet, úgyhogy ez ad némi reményt itt a beutaztató turizmus tekintetében. A belföldi turizmus az biztos, hogy nagyon erősen le fog csökkenni, és egyébként ezen feltételezem, hogy a cégek is például szépkártyára kevesebb pénzt fognak majd adni, tehát hogy itt sok olyan összetevő van, ami ezt gyengítheti. Az előbb említette a múzeumokat és a fürdőket, de hát ott ugyanaz a helyzet, mint azt a szállodát is temperálni kell, amelyik be van zárva. Egy múzeumban nem lehet nem fűteni. Hát igen, mondjuk a múzeum kabátba be lehet még menni, egy fürdőt fűteni. A múzeumban biztosítani kell a képeknek a... Igen, egy fürdő, ugye hát főleg itt a, mondjuk egy Széchenyi fürdő, ahogy itt azért komoly mérete van ennek az egésznek, nem tudjuk. Mi nagyon bízunk benne, hogy ez az eset nem fog megtörténni, meg hát olyanról ne is beszéljek, hogy rengeteg olyan vidéki szálloda van, ami közvetlenül a helyi városi fürdőre épül rá. Tehát össze van kötve a fürdő az ottani szállodával, és hát láttunk most már az elmúlt napokban több helyen is úgy döntött az önkormányzat, hogy bezárja a fürdőt, mert nem tudja finanszírozni. Mondjon valami reményteljeset. Hát, hogy minden rossz után jó fog jönni, tényleg ebben bízunk. Ez egy soha nem látott, tehát a mi életünkben ez egy soha nem látott szituáció, mi ezt úgy értékeljük. Ez biztos, hogy nagyon át fogja rendezni az életünket is, és hát gazdasági szempontból a piacot is. Egy azonnali békekötés a szomszédba talán segíthet? Nézze, az nagyon nagy baj lenne, hogyha ez nekem kéne érteni. Én azt hiszem, hogy ennek... Hát de ön vagy én, a mi generációnk nem számított arra, hogy mi életünkben még lesz. Legalábbis reménykedtünk benne nagyon, hogy nem lesz. Biztos, hogy segítene
a dolgon, de én személy szerint állampolgári szinten, meg amennyire politikát néző és olvasó ember vagyok, mert az vagyok, én azt látom, hogy azért ez nem a közeljövőben fog most bekövetkezni. Hát nem a közeljövőben, és egyből elveszítettünk két piacot, az ukránt is, és az orosz piacot is. Mert ahova szeretnének menni, nem engedik be őket, a légterek zárva vannak. Tehát a következő a turizmus után, akkor a légi forgalom fog tönkre menni? Hát a légi forgalom ugye most nyáron kapott egy komolyabb injekciót, mert azért rengeteg bevétele volt, de hát rengeteg kiadása is volt, és még a Covidnak ők is nyögték a hatásait. A légi forgalom is biztos át fog alakulni. Tehát én nem hiszem, hogy az a fajta tömegturizmus, valakinek tetszett ez, valakinek nem, amit itt láttunk mondjuk a 19-18-17-es években, az a közeljövőben vissza fog térni. Tehát biztos, hogy nem fog visszatérni, eleve már az American Airlines és több légitársaság sokkal kisebb gépeket rendelt, és teljesen átrendezik őket. Kedves nézőim, reményteljes beszélgetésre számítottam, de ez nem sikerült. Fresh Tamás mindig megint csak a tényekről beszélt, és a tények azok kemény dolgok. Bízunk benne, hogy talán történik valami, megjön a messiás. Ehhez viszont meg kell tartani a szombatot. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Következik Omar Saif Ádám, aki közel-kelet szakértő, és megbeszéljük, hogy lesz-e vajon turizmus Libanonba vagy Szíriába. Tartsanak velünk!